Na csácsóbi csörtészt, a csokoládé és traktorkerék. Szavaztok gyerekek, volt kedvem egyet játszani. Seven Days to Die-t, úgyhogy csapjunk bele a lecsóba, egy kicsit itt lehalkítja vagy dolgokat. Gyerekek, a zenével mi volt a helyzet? Copyright-e volt-e, vagy nem copyright-e? Nem tudom. Na, rendben. Oké, van hangunk? Van hangunk? Ha van valami, jó van. Na, most indítottam ezt az dolgot, mentést, és már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva rég nem játszottam ezzel a játékkal. És már megint efelettem szerintem kb. Majdnem mindent, várjatok? Merre lehet menni? Hopp, mivel lehet térképet nézni? Aha. Ja, igen. Nem random generált map. Itt egy hardizsák, de meglepődtem. És üres, lol. Na, nem random generált map, hanem ezt tudjátok milyen map? A nevezegedevegezadeán. Tudjátok, az a jó kis map. Ebből lehet szeret, nem? De most nem így kéne. Gyerekek, már megint, hát mennyi ideje? Fél éve? Fél éve nem játszottunk ezzel a játékkal? Szerintem körülbelül. Lehet futni? Lehet. Vazza lehet futni ebbe a játékba, de jó. Vazza megint elfelejtek kipör minden. Na mi van? Hol vagyunk gyerekek? Jó, befejezte az ökör stílusomat. Csináljunk már egy izét. Bunkós batod vagy mi az? Ez köfa? Na. Ez mi az teljes szét kell verni, ne? Aha, na nézzük, úristen gyerekek. Várja, ja itt mutatja, hogy ezért mit kell. Hálózsákot, ugye? Hát akkor csináljuk azt végig. Készít. Jó. És akkor... ami nekem majd... Hát figyeljetek, csináljuk. Egy darab dolgot találtam én ki magamnak. Challenge-et. Mármint így a játékkal kapcsolatban. Hogy igazából... Ja, minden default van így a nehézségi szint, viszont egy dolgot így kitaláltam, hogy nem fogok... Egy szabály van, amit saját magamnak felállítok, az, hogy nem költözhetek föld alá. Tehát nem könnyíthetem magamnak meg úgy a dolgokat, hoppa csavarkulcs, hogy föld alatt fogok héderezni. Várjátok, ezt azt hiszem, szét lehet szkrepelni, ugye? Várjál. Ja, és egyébként, igen, van hálózsák, jó, körülnézünk itt, lehet, hogy ide le is telepedünk. Egyelőre. Az benőtt a fű, izé az ablakon mi. Már nézzünk körül mindent. Ja, föld alá nem húzódhatok, nem lehet az, hogy megint, jaj, ilyen tök gagyi, hogy mehetek szar van benne. Ne, szennyezer víz. Nem lehet az, hogy megint leások magam 50 méter mélyre, és akkor úgyse ér el semmi zombi. Annak úgy gondolom, hogy ezután én azt így nem fogom preferálni, ennek semmi értelmét nem látom. Egy föld fölötti bázist kell csinálni, ez a lényeg, gyerekek. Halljátok? Lerakom a hátizsákot, jó? Ja, meg vagyok fázva, mint szoktam. Úgyhogy vannak bajok. Kipper mindig megfázik, ne haragudjatok érte. Oké, ezt megcsinálta, ugye? Most mi kell? Szerintem most kell majd a... kődarab és kőbalta. Bocs, a kőögésére az még lesz bőven szerintem. Gyerekek, már csak egy kőbalta kell. Eddig is voltak ilyen pókhálók is. Nem emlékszem rá. Ah, ja, távolban valami híd. Híd dolog, jó. Na, ennek örülök, hogy ez lett. Oké, okay. És ugye még csak 25-öset tudok. És itt most már ugye nem úgy működik, azóta nem játszottuk ezzel a játékkal. Hogy már gyakorlatilag... Ne, jövszor. Magától ugye nem fejlődik most már a... szerszámoknak a minősége, hanem valami pontokat kell osztani. És hogy már megnézzük.
Ó, hogy én mindig beteg vagyok. Reggel 9 van. Tényleg default hagytam mindent, az összes beállítást. Mit nem tudom, hogy mi, hogy futnak a zombik, hogy van az airdrop. Teljesen alapon hagytam mindent. Jó, hangos mi? Nem hangos? Várjok. Nem tudom, remélem ez nem így jó. Egyébként azt tudom, hogy az a kiégett föld, úgyhogy nem is nagyon érdemes itt héderezni. De egyfele, most itt az elején még így el vagyok. Nagyon nem fogunk berendezkedni. Csak ugye, mit tudom, egy napot, egy éjszakát itt bírjak ki. És akkor lesz ugye, itt annyi alapanyagot össze tudok szedni. Az első napom azért így jó lesz. Sokat kell pihennem még, mert... Lassatok testvérek, ennyi az élet. Zarul földi pályám, most már sírba térek. Ez nem tudom honnan jött. De iszonyatosan hangos az a... Várjátok. Nem tudom. És lehet, hogy az lesz, hogy izé, hogy most meg halk lesz nektek. De majd a következő... Következő részben már jó lesz. Mert ha nem hallotok engem, akkor az nem túl jó nekünk. Mici mackónak... Ja, izét kell, sapka, sál. Gyerekek, tél van. Ezt írja ugye... dolog. Hogy azt köszönöm. Ugye le is gyártjuk, és akkor megy ez a folyamat, ugye? Ajaj. Ruházati összetevőket kell csinálni. Oké. Na tökre is ment ez. Na jó, mindjárt csinálunk újat ám. Ezeket meg fölkapkodom. Látok, nem tudom úgyhogy egyből. De van olyan, hogy VR, jó. Van olyan, hogy dupla V-vel. Oké, nagyon jó. Jó van gyerekek, szuper. Ugye most már erre, ez mi ez? Csapóhajtóblokk. Ha mik ezek a új dolgok vannak itt gyerekek? Igen, gyűjtögetek. Egyébként tudom, hogy ezen a környék ez nem túl jó tényleg, mert például ugye ilyen harci kutyák is lehetnek. Várjátok, mi bunkós botot akar, hogy csinálják? Hát csináljunk. Az meg... Ilyen ecset is van, bazza, beszarás. Meg is van. Jó, azzal meg tudom védeni magam. Tollat kéne gyűjtenem, és azt mondja, hogy ugye akkor ijászkodni tudnék. Azt nagyon szeretek, úgyhogy az jó lenne. Csak toll kellene, ugye ott a toll, jó. 13. Ezen a mizén területen körben nagyon nem látni meg a tollat. Oda nézzék, keselyű. Egy keserű keselyű. És arra meg már zöld növények vannak, úgyhogy az jó lesz. Várjátok, nem? Jó. Ugye gyűjtök ilyet, és akkor csinálok egy fa ilyet. És akkor csinálunk nyilvesszőt is. Ez lesz a jó. Azt szeretem egyébként. Úgy nagyon jó. Ez az király, király, király. Jó.
gyűjtögessünk fát, egy-két dolgot, meg akkor körülnézek itt ezen a területen, hogy mégis mi van még. És a letelepedés, igazából a letelepedés az ugye még nem, még várat magára. Nyújtunk fát, ezt-azt. És akkor a következő részben majd odébb slottyogunk. De mondjuk mehetnék is most is, és akkor meglátnánk hát, hogyha van valami jó környék, nem? Szépen lassan elindulunk akkor. Sejtem, hogy milyen bázist akarok létrehozni. Nagyon sokat különben gondolkoztam a napokban, hogy milyen... Milyen sorozatot kezdjek el? Milyen sorozatot kezdjek el? És rájöttem, hogy te Keeper, te hülye vagy? Te hülye vagy? Hát itt van azok játék, amivel mindig is iszonyatosan sokat szerettél játszani, meg tök jó volt, meg minden. És akkor miért nem jut eszedbe ez? Remélem, találok egy olyan helyet. Egy olyan jó helyet, ahol le tudok telepedni, és akkor nagyon fogom élvezni az egészet. Az mi? Épület? Várjál, az nem az én házam. Á, nem a francot, nem, hülye vagy? Ja, hálózsákot majd még egyet csinálok. Ah, van itt jó sok madárfészek. Jó. Csinálunk rengeteg izét, nyilvesszőt. Az nyilvessző az egyenlő a túlélésre, gyerekek. Egyébként most mit akarjak? Fakeretet. Utána meg ugye a tábortüzet. Jó, hát most én nem foglalkozok a jobb oldalt fönt lévő küldetéssel. Egyébként ugye az Alpha 16-ban most már van elektromosság, és lehet ugye különböző elektromos berendezéseket is gyártani. Mint például ventilátorokat, vagy csapdákat. Mármint olyan ventilátort, amit földarálja a zombikat, ilyesmire gondoltam. Én már nagyon fúlos dolgokat össze lehet hozni. Hát most én ezt még nem ütöm tovább. Ez mi? Ez az Adams River. Á, érdekes, ez ilyen? Ezt nem is láttam ilyen hidat eddig. Ilyen fahíd. Ott az első zombi, amit látunk, látjátok. Hát is ugrok erre. Nézzük egy térképet. Nem tudom, merre menjünk. Menjünk az úton végig, hát ha találunk valami érdekeset. Meg ebből a biomból, ebből ki kéne menni. Ott egy zombi, meg is ölhetnénk egy pár zombit is, ugye? Olyan rég öltünk, legalább fél évvel ezelőtt nem előtt, vagy volt, amikor utoljára zombit öltem. Megnézzük, hogy íjászkodunk most. Hú. Ó. Buta vagyok. Mi ezt ne felejtsük el, hogy közelharci fegyverrel fejbe kell utána csapni, mert ugye stanolódnak. Elmegyek erre, megnézem mi van erre. Nem szeretem ezt a ködös, füstös területet. Egyébként, igen, van loot time is, minden tök default van. Úgy hagytam. Látok, víz is jó lenne. Aha, jó, ez is kell. Annyira nem akarok ölni, ám. Nem az az elsődleges cél, menjünk inkább. Dél van már, ugye mindenképp letelepedéshez kell valami jó helyet találnom. Egyébként azért nem a random generált mapon kezdtem, mert ugye ez a map, ez sokkal inkább összetettebb és sokkal érdekesebb. Például vannak olyan objektek, amik random generált mapon nincsenek is. Hoppa. Kedvenc helyem. Valamint kedvenc biomom. Bajomom. A sivatagos. A víz részletesség az nem a legszebb. Jaj, de jó, imádom. Imádom a sivatagos helyet. Ugye lyukka, úristen, nagyon imádom. De jó néz ki. Van lyukka, ugye kaktusz, jó, mindent lehet itt csinálni. Jaj! Nem, megint túl könnyű lesz, hogyha sivatagba telepedek le. Körülnézünk, gyerekek, jó, nyugi, nem biztos, hogy sivatagba telepedek le. És már ez a maxos látótávolság, ezt nagyon imádom. Ott van például valami
Van kemp. Ott egy ház, ott egy ház. Ezt imádom. Ott egy épület. Ott egy benzinkút. Ott egy benzinkút. És ez szerintem az a hely, ahol van a vizesés is, nem? Nagyszerű. Nagyszerű, gyerekek. Megnézem azt a benzinkút. És ott is van valami, menj a francba. Ott is van valami. Ott is egy épület. Mi menjünk a benzinkút fele, jó? Az a lényeg, föld fölött. Nem áshatok le. Úgyhogy például ilyen előnyt nem fogok szerezni itt. Mint ugye sivatagosba könnyű ásni, az is ugye nagy előny. De nem, akkor nem azért akarok sivatagba letelepedni, mert mit tudom én. Hú, ennek a dombnak a tetején tök jó lenne. Egy ilyen dombnak a tetején nagyon szívesen letelepednék, ahonnan úgy jobb belátni az egész területet. Messzire. Ellátni. Nagyon régen, még évekkel ezelőtt volt egy olyan sorozatom, ahol egy dombnak a tetején voltam letelepedve. Ez a domb, várjátok ezt, jelöljük már, meg itt előttem van. Vagy itt, várjál. Ha itt, ami előttem van, ezt megjelölöm. Hogy kell? Csak azért, hogy tudjam, és akkor lehet, hogy oda le fogok telepedni, visszajövök. Ez ilyen jó, ilyen egy... Annyi, ott is vannak jó dombok. Ez nagyon tetszik. Ez a loot time, ez kicsit lehet zavaró. Nem mondjuk legyen egy kis kihívás, ugye, hogyha nyakunkon van egy sereg zombi, akkor... A francba, amikor utálom ezt a töltögetéses akadást ebben a játékban. Nem tudom, nektek is van-e, de nekem amikor sokat megyek, akkor szok lenni. Ezt utána már azt a területet járom, akkor már később meg nincs. Na, ott is van valami messze távolba. Gyorsan. És még egy kaktusznak se mentem neki. Kopogjuk le. Aha, itt megnézzük ezt a helyet. Ezek a hidak, ezek hajlamosak leszakadni, úgyhogy spuri. Aha, itt van a vizesés. És ott is vannak nagyon nagy hegyek. És ott egy... Olyan, amíg... Molnár Krisztián féle zombiszerű. Hű, előttem az álla alatt. Ajaj. Az igen, jó bírja, halad. Na végre. Legdurvább volt, hogy semmi nincs benne. Na, ott van egy ilyen keselyű. Mert még azt hiszem nem öltem meg egyszer. Mikor megpróbáltam az Alpha 16-ot, megtámadott egy olyan. Nem volt jó. Na, körülnézzünk, mi van itt. Szóval ez a hely is jó lenne letelepedni egyelőre. Jó, itt aztán lehet, hogy lesznek zombik. Alkatrész. Ilyen is van már. Hűha. Nem baj, törje csak ki. Nem baj. Oda nézzetek, ott micsoda hegyek. Ilyen nagyon meredekek. Na, de jó, kitörted az ajtót. Na, ilyen zombit nem is láttam még. Azt mondja, punk zombi, az a csaj meg elindult másik irányba. Ez fajt mi? Nekik kirámolom már akkor még... Össze se esik. Na nézzük.
Hát egy zombi, látom. Az a izé, Auger recept instant. Na, köszi. Nem sikítós volt? Hogy mi az anyád? Ez ilyen izé, mi ez? Nagy darab nőci, hallod? Mi, mekkora vagy te? Ki vagy? Te nem okálsz? Az nagyon durva, ezt se láttam még. Csöcsös. Mari. Az anyáról is terít. Hát ez fasza. Jó van. Mit lehet erről? Kombinét lekapom gyerekek. A volt nagy balta az a beszarás. Jó, menjünk körbe, várjatok, ezt el is használom. Abba kell figyelni, mert meg fogok murdölni. Ezeket mindig utáltam. Gyerek, nem vagy egy kicsit... Szerintem, bazza. Mi volt a rever? Gennyes hulla vagy mi? Marha jó. Na. Ja, ott vannak azok a nagy hegyek, azokat lehet megnézem. Egy tábortűz. Ah. Aki meg helye hújázik. Fösték, baze. Ne bazd meg. Ne kérdezzétek, mire jó, nem tudom. Csapda. Mi ez? Belső helyiség? Nem sok értelme volt, mosdó volt. Á, csavarkulcs, ezek jó dolgok. Nagyszerű dolgok. Na, menjünk szerintem. 15 óra 16, hát... Gyerekek, lehet, hogy le kéne itt telepednem. Viszont azokat a dombokat megnézni, még várjatok, föl tudok én menni valahol ide, ennek a tetejére. És akkor visszajövök ide majd. Ajaj. Ugye éjszaka futnak a zombik, nem kérdés. Ha jó létrát, azt össze tudok dobni, ha úgy van. Érdekes, nincs bizony feljárat. Na, most itt jön valaki. Várjátok, mindjárt megoldom én ezt a dolgot. Nem robbanik föl ettől? Azt hittem. Na mindegy, fú, menjünk baza. Menjünk. Vagy belül lehet itt fölmenni? Vagy nem emlékszek ezekre már. Úgy elég volt. Na. Megyek. Megnézem azokat a nagyobb hegyeket. Aztán, hogyha... Az jó lesz. Akkor ott telepedek le. Oppá, mi az? Mi a szar? Mi az? Vagy falu? Ez valami település, hallod? Nem is kicsi. És ott fölötte van az a nagy hegy. Na, az egy bejövős lenne. Ott is van valami. Mi? Na, ezért jó különben ez a map. Sokkal összetettebb, sokkal érdekesebb. Sokkal több minden van benne, és sokkal... logikusabban vannak felépítve ezek a dolgok. Mondjuk az meg kicsi lenne bázisnak szerintem, ami ott van pönt. Ott is egy valami torony, vagy nem tudom mi az. Ott a, oda nézzé.
Nem tudom mi az. Ez olyan olyan punk gyerek, nem? Vagy mi ez? Aha. Igen, ez meg kicsi lenne, már itt a lapterületre. Jó. Bevesszük magunkat éjszakára az benzinkuton. És akkor utána visszamegyünk, és akkor azon a hegyen, amit néztem először, azon kialakítok egy ilyen, mondjuk egy ilyen helyet. Balra tőlem is van valami, mindjárt fölnézek ide, várja. Oj! Én bazen mondtam, hogy nem megyek bele izébe, erre meg sikerült belemennem. Kaktuszba. Azok mik azok a nagy hegyek ott például? Tök jó, hogy van most már ez a nagy látótávolság, de minden úgy vonzza az embert. Ott is egy településszerű, ott is valami. Azok mik azok a kurva nagy helyek? Hát ilyet még nem is láttam. Olyané. Bazza. Jó, hogy belementem meg. Jó, nem baj. Csinálunk megint egy izét. Hálózsákot, és akkor letelepedünk itt. Jó, tele van újfajta zombi valamit, még nem is láttam. Egyébként azért szeretem pihentetni a játékokat néha. Mert akkor az van, hogy csomó újdonság van, főleg ezekben a... Az mi a szar ott? Azt meg akarom nézni, mi van ott? Az mi? Ugye az jó ebben, hogy ugye készítők csináltak egy csomó mindent, amik tök érdekesek, és ugye lehet, hogy egy kis csalafint a dolgokat. Na mi ez? Van 6 pontom, amit elköltetek. Na, ez mi a rák? Nem, már oda nézi, hallod? De most őszintén nem hiszed el, ezért szeretem ezt a mapot. Ugye ilyenek nincsenek a izé random generátba. Hallod, mi ez? Az mi a szar? Az egy titkos járat. És ember alkotta titkos járat. Az a baj, nincs ide, amit most szerintem nagyon tökölni. Nem fogok tudni kijönni innen, mi vagy igen? Neki. Hallod? Izé van, bazdmeg, ki van világítva belül. De erős. Ez is ugyanannyira mi? Beskubizok. És visszajövünk ide holnap reggel. Nem, nem benneteket is érdekel, hogy mi van itt. Na, ez jó nagyot durran. Aha. Ott egy láda. Meg ott van valami a tovább. Az mi? Valami oszlopok. Jó van gyerekek, itt most nem fogok időzni. Hanem, az mi az ott? Hát ez jó, ez jó, ez tetszik, jó. Az lesz az első, hogy holnap reggel ide jövünk. És kirámoljuk ezt a cuccot. Viszont a másik dolog. Meg az lesz, hogy hol mentettem? Ott van. Mert akkor arra kéne menni, ott van, ugye? Amit kinéztem magamnak helyet. Ja, de nem oda megyünk most, hanem a benzinkútra. Ne légy hülye. Ne légy hülye, hát ez pont útba esik, úgyhogy jó lesz. Nagyon tudti, imádom. Imádom egyébként ezt a mapot. Ezt annyira részletesen ugye megcsinálták a készítők, hogy azért tök érdekes. Nem úgy van, mint a random generátor, hogy mitől leszór néhány házat, meg van pár nagyváros is kész. Ugye gyakorlatilag nem sok minden van értelmesen megcsinálva, mert ugye azért a random generátor nem tudja úgy megcsinálni, mint az önbörök. Ott is van egyébként valami. Ott meg egy sátortábor, apád. Ott te. És
Pont ott arra van a benzinkutunk is, ugye? Nem, az nem a benzinkutunk. Ott is van valami épület együttes. És tudom, hogy arra volt a házam, de és ott meg valami havas csúcsok. Hát beszorok, jó. Van itt minden bucsóban. Az a baj, fullos inventory-ba közlekedek, úgyhogy egyelőre most ezeket nem érdemes nagyon felderítenem. Jaj, az a hülye kalanya, hogy mi a rákoz. Keselyű. Jaj, de keserű, ez a keselyű. Jó. Ezt betámadsz, nem? Ja, elmegyek haza, úgymond haza. És nem mehetünk föld alá. Jó, most bemegyek a borlangba, az más, de nem lakhatok ott. Nem éjszakázhatok ott. Még hordanapon sem mehetek föld alá. Az lesz a kritérium. Na viszont itt föl kéne menni a tetőre, és ha jól látom... Szerintem az épület belsejéből lehet fölmenni. Meg kell nézni, honnan tudok fölvenni, és akkor meg is... Akkor már azon túl vagyok. Na honnan lehetett? Ah! De jó, hogy itt volt. De jó, hogy... Aksi, meg izé-bizé. Jó. Jó, kukorica megy a levesbe. De mondtátok, hogy ne hagyjak benne semmit, még régebben. Pán, komolyan mondom, parázok. Ott is van fönn valami, hallod? Figyelj, közben fülelek ám. Nem be semmi. Jönnék rá, hogy hol kell felmenni az emeletre. Ez mi? Milyen ajtó ez? Hova vett ki? Para az a játék, gyerekek. Ha nem, ez valami mosdó, vagy mi az? Oh, ott egy bőrön. Mennyire idegesíthetett beleteket, hogy azt nem tanulom meg, mi? Csökken a minősége, tudom. Így lakor. Na, annak arra mondjuk nagy szükségem van, várjál. Inkább akkor legyen ez vele. Akartam valamit, picsodát? Ah, te létre jó. Nagyszerű. Jó van, gyerekek, szerintem... Mi baszod az eget, de megjöttem, hogy kerültél ide? Az anyád úristen, nem akarok női társaságot, éjszak arra te. Elkeverek, gyé. Fekszi alszó. Lol. Van egy macskaka, jegyük is meg. Jó van, gyerekek, jók vagyunk. Akkor az éjszakai... mennyi íző volt tol, hülye vagy, 14. Jó, éjszakát azt itt töltjük. És akkor utána... megyünk, aztán letelepedünk. Ja nem, reggel ugye megnézzük azt a barlangot, és utána ugye letelepedünk. Jó van, srácok. Van egy csomó tollam is, annak is örülök. Az egy nekem nagyon fontos. Hány tollunk van? Ó, 97. Nagyon király. Na jó van, srácok, akkor innen folytatjuk. Az éjszaka. Felveszem az éjszakát is, szerintem talán történik is valami. Ugye azért vannak lámpák.
És akkor innen folytatjuk, srácok. Köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek, írjatok egyébként, hogy akarjátok-e azt a sorozatot, vagy nem. Kolompár Démon Hill, te is írja. Csá!